többen megkérdezték, hogy milyen az emberek reakciója az üzenetekre, amiket küldök nekik az interneten, vagy valamelyik üzenetküldő alkalmazással, vagy telefonon, hogyan reagálnak az emberek. És nyilván erre a kérdésre a válasz az kéne legyen, hogy miért fontos az neked, hogy ők hogy reagálnak, hogy mi a reakció ezekre az üzenetekre, amiket küldök embertársaimnak, ismerőseimnek, barátaimnak. Miért fontos az neked, miért fontos az nekem, miért fontos az nekünk, hogy hogyan reagálnak az emberek ezekre az üzenetekre. Gondolhatjátok azt, hogy mindenki tapsol és ujjong. Jaj, de jó, hogy elmondta ezeket a fertelmes szavakat, meg figyelmeztetéseket. De jó, hogy hallottuk, de jó, hogy belénk verted a frász, ugye, de jó, hogy ránk ijesztetti ezekkel a szavakkal, ezzel a jövendőléssel, ezzel a profétálással. Így reagál mindenki. Elhisztek ezt, hogy így reagál mindenki. Persze, hogy nem így reagálnak az emberek. A legtöbben nincs, amit kezdenek egy ilyen üzenettel, egy ilyen figyelmeztetéssel, amit küldök az embereknek. Ha én lennék a helyükben, én sem tudnék mit kezdeni azzal. Nincs, amit kezdeni azzal, emberek. Mit kezdek egy ilyen figyelmeztetéssel? Hogy valaki azt mondja, hogy ami jön, és ami már a küszöbön van, az sokkal borzalmasabb, mint a COVID. Az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. Aki nem kér, nem fordul Istenhez, nem kér és nem kap látást a szemeire tőle, az kénytelen lesz embereket követni, emberekben bízni, és el fog veszni. Hogyan reagáljanak az emberek az ilyen üzenetekre? Mondják azt, hogy jaj, köszönöm szépen, de jó, olyan rég nem hallottalak, olyan jó, hogy hallom a hangodat, vagy hogy olyan jó, hogy írtál nekem. Nincs, ahogy reagáljanak emberek. Miért? Azért, mert a legtöbb ember automatára van állítva. Mindannyian automatára vagyunk állítva. Szia, hogy vagy? Köszönöm szépen, jó, és hát te? Teljesen automatára vagyunk állítva. Valakinek tűnte fel az, hogy teljesített maga az, ami történik a számítás technikában. Az nem csupán a számítás technikában történik, a számítás technikában és a robotikában. Miért kellett megtörténjen az, ami megtörtént? Azért, hogy az ember lássa, hogy mi történik vele. Az ő teremtménye, a mi kezeink csinálmánya megmutatja számunkra, hogy velünk mi történt, hogy automatára vagyunk állítva, szia, hogy vagy, köszönöm szépen, jól, és hát te. Közben én éppen tegnap előtt fontolgattam azt, hogy felkötöm magamat, akivel beszélek, ő meg egy héttel korábban. Te köszönjük szépen, jól vagyunk, hál' Istennek. Tehát nem a robotokkal van a baj, emberek, hanem avval az elgépiesedett bűnös emberrel, amivé lettünk mi, és aki megteremtette a robotokat, mert milyenek a robotok? Hát teremté az ember a gépet, a robotot a saját hasonlatosságára, hogy ő is Istennek képzelje magát. Teljesen egyértelmű, emberek, hogy ezeknek az üzeneteknek nem lehet örvendeni. Tehát én, hogyha őszinte vagyok, és beleképzelem magamat az ő helyükbe, amikor teljesen testben vagyok, nincs lelki örömöm, azt sem tudom, hogy van lelkem, azt sem tudom, hogy lélek vagyok. És kapok egy ilyen üzenetet, hogy hát fennáll a veszélye, hogy ami jön, az sokkal durvább, sokkal borzalmasabb, mint a COVID, és lehet, hogy te vagy a soron következő. Hogy reagáljon szegény? Nincs, ahogy reagáljon. Maximum egy picit azért belevertem a félelmet, hogy te, hát úgy, ahogy a sógornő meghalt most 2 éve, úgy, ahogy a komámasszony, aki fiatalabb volt 5 évvel, mint én, meghalt a COVID-tól, ugyanúgy lehet, hogy én következek mostan. Hogy reagáljon erre az ember? Örüljön, tapsoljon! Nem is ezt várom, emberek, és nem várok én semmilyen pozitív reakciót. Egészen pontosan hazudtam, mert az én, az ego, az várná, hogy jaj, te, Lacika, Petike, meg Jánoska, meg Géza, meg Attila, hát örüljetek, hogy milyen jó üzenetet küldtem nektek, milyen jó figyelmeztetést küldtem nektek. Persze, hogy nem fognak örülni. Nincs, ahogy örüljenek, megijednek. Hogy ez megbolondult, de ha ne adj Isten nem bolondult meg, és igaz, amit mond, akkor én bajban vagyok.
bajban vagyok, és valami olyan történet velem, amit nem szeretném, hogy történjen, mert ami a komámasszonnyal történt most 2 éve, 3 éve, hát azt nem kívánom én magamnak, sem a feleségemnek, sem a gyermekeimnek. De megtörténhet, mert ez a bolond azt mondja, hogy megtörténhet. Örvendek a kérdésnek egyébként, hogy felteszik a kérdést. Múltkor egy családtagomnak mondtam azt, hogy az Úristen elém hozott egy közös ismerőst álomban, és ráírtam, őt is figyelmeztettem, szeretetteljesen, de ugyanakkor igazságosan. És kérdezi, és mi volt a reakciója? Mondom, hogy tapsolt örömében. Mi lett volna a reakciója? De örvendek a kérdésnek, drága emberek, mert én is meg vagyok kísértve azzal, hogy ha én nem kapok reakciót arra, amit én küldök, kiküldök egyes embereknek, akiket elém hoz a mindenható Isten álomban, hogy figyelmeztessem őket. Hogyha nem kapok reakciót, akkor vajon már az azt jelenti, hogy akkor ez nem is igaz? Lehet, hogy én zakkantam meg, én bolondultam meg, a Covid sem történt meg, a mérgezés sem történt meg, a vakcinázás sem történt meg, hát majdhogy nem a tömeges elhalálozás sem történt meg, valójában én zakkantam meg, én bolondultam meg. Hogyha nincsen reakció a testi embertől, akkor az azt jelenti, hogy nem igaz, amit én kaptam, nem igaz az a figyelmeztetés, amit én kaptam Istentől. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek! Mert itt nem is az a kérdés, hogy milyenek a reakciók ezekre az üzenetekre, ezekre a figyelmeztetésekre. Nem ez a kérdés, hanem a kérdés inkább az, hogy emlékszünk-e arra, hogy milyen volt az emberek reakciója Jézus tanításaira, Jézus szavaira. 10 leprás ember gyógyult meg egyszerre. És milyen volt az ő reakciójuk? A 10-ből csak egy reagált, a 10-ből csak egy adott hálát a mindenható Istennek, egy ment vissza, és egy kérdezte meg, hogy Jézus, miféle erővel teszed ezt? Honnét van nálad ez a tudomány, ez a tanítás, ez a szó, ezek a beszédek, ez az erő, ez a szeretet, csupán egy ment vissza a 10-ből. És én azt várom, hogy mindenki örüljön és ugráljon örömében, hogy kaptak tőlem egy nagyon kemény figyelmeztetést. És hogyha nincsen reakció, akkor én akkor már többet akkor nem fogok beszélni, vagy hogyha mai szintén kapok egy újabb szemét, vagy 2-3 szemét, akit kell figyelmeztessek, akkor nem fogom őket figyelmeztetni, mert nincsen reakció. Hát én nem is azért küldtem az üzenetet, egészen pontosan a mindenható Isten nem azért használt engemet, hogy elküldjem a figyelmeztetést, hogy legyen reakció, egy szívecske, meg egy like. Nem volt semmilyen kérdés, én semmilyen kérdést nem tettem fel. Elküldtem a figyelmeztetést, és nem vártam semmilyen reakciót. Egészen pontosan meg voltam kísértve, úgymond az agyamban, én is, hogy na vajon akkor hogyan fog reagálni? Örülni fog neki? Hát persze, hogy nem fog örülni annak. Kemény üzenetek, kemény szavak. És hogyha be is teljesedik, akkor aztán még keményebb, emberek. Akkor még keményebb. És hát el kell mondjam, hogyha már ugye erről beszélünk, hogy igen, volt reakció, tehát nem mindenki hagyta szó nélkül, vitázni senkinek sem volt kedve, mert egyszerűen nincs semmit kezdenek egy ilyen figyelmeztetéssel, mivel hogy az ember automatára van állítva. Nem azt kérdeztem, hogy szia, hogy vagy, rég nem beszéltünk, gyere, csevegünk egyet, nem ezt kérdeztem, hanem egy teljesen, egy megszokástól, rutintól, a géptől, a mókuskeréktől kívüli kérdést, mókuskeréktől eltérő kérdést tettem, egészen pontosan figyelmeztetés közöltem vele. Nem volt, amit reagáljon, mert az automata válasz reakció az nem talált volna arra a közleményre, arra a figyelmeztetésre. Ennek ellenére, kedves embertársak, akik ezt halljátok, ezt a felvételt, igen, voltak reakciók, meg is lepődtem, és olyan is volt, aki hálával megköszönte, hogy vettem a fáradtságot, és elmondtam neki ezt a figyelmeztetést. Felfogta azt, hogy én nem jó kedvemből álmodtam vele, nem jó kedvemből kaptam az álmot vele, hanem tényleg a jóságos Istennek úgy volt kedves, hogy adja nekem egy álmot, hozza elém azt a szemét álomban, hogy figyelmeztessen. Olyan is volt, hogy megköszönte. A 10 leprásból egy megköszönte, emberek. Dicsőség az élő Istennek. Kívánom, hogy támadjon fel az az egy, a 10-ből. És akkor nézzük meg, hogy mi történt Péterrel. Mert most képzeld el, hogy
Azt mondta volna Jézus, hogy tehát embereket 10 leprásból a legborzalmasabb betegség, senki nem kívánja, mindenki fél tőle, mindenki retteg a leprásoktól, és meggyógyult 10 egyszerre, és csak egy jön vissza a 10-ből, hogy hálát adjon, és megköszönje, és fedezze azt a kérdést, hogy ki volt az, aki őt meggyógyította. Hát azt mondta volna, hogy tehát, ha csak a 10-ből egy jön vissza, akkor én tovább nem beszélek. Én megy vissza a mennybe, sziasztok, én elmentem. Én nem fogom magamat megöletni a bűnösökkel, a testben ragadt emberekkel, a földhöz ragadt emberekkel, a szexfüggő, teljesen elbutult emberekkel, nem fogok magamat megöletni, hisz nem érdekli őket az igazság, hát miért beszéljek tovább? Tehát Jézus nem így gondolkodott, hanem azt mondta, hogy ha a 100-ból egy elvész, akkor a 99-et ugye elhagyja úgymond, és megkeresi a 100-at, hogy ne vesszen el. És ő tovább beszélt, és persze tömegek követték, több ezeren követték, amikor az emberek tömegessével meggyógyultak, akkor tömegek követték, de amikor elkezdte a keményebb kijelentéseket felhozni, felszínre hozni és megmutatni, akkor az emberek kezdtek eltávolodni tőle. Sokan megijedtek, sokan felfogták, hogy hoppá, el kell hagyjam az illúziót, el kell hagyjam az én testi, földi, összkomfortos, Európai Uniós életemet, de van annál jobb, van igazi élet, ami sokkal több, mint amit el tud az ember képzelni az Európai Unióban, vagy az Amerikai Unióban. Ugye a gazdag ember mit mondott, amikor Jézus mondta, hogy hát tartsd meg a törvényt, és üdvösséged van. De milyen törvényeket? Hát ami meg van írva, azokat tartsd meg. Jaj, mester, azokat én már gyermekkorom óta megtartottam. Hát az igazság az, hogy látok én még benned valami hiányosságot. Mi lenne az, mester? Hát azt látom, hogy pénzfüggő vagy, teljesen földhöz ragadt vagy. Add el, amit van mindenedet, oszd szét az emberek között, és kincsed lesz a mennyben, lesz lelki békét életed végéig, és utána meg örök életed, örök békességet. Jaj, mester, hát ne komolytalankodja, egész életemben ezt gyűjtögettem, ezért dolgoztam, egy csomó befektetés, egy csomó munka, egy csomó hazugság, egy csomó átverés, meg minden. Jaj, nem, mester, nem, nem, nem. 2 lépés hátra, hátra arc, előre indulj. Ott hagyta Jézust, az élet szavát. És mit mondott Jézus? Hát azt mondta neki, hogy azt, amit talán Isten könyörüljön rajtam, talán rám is ezt fogja mondani egyszer. Isten tudja, nem tudhatom tényleg, hogy van reménységem, de azt mondta, aki mindig kitart, az fog üdvösségre jutni. De azt mondta neki, hogy közel volt a mennyek országához. Közel volt, emberek. Hát Isten ments, hogy valaki ezt hallja az élő Istentől, vagy az Istenek a gyermekétől, ugye Krisztustól, hogy közel voltál a mennyek országához, de pont a mennyek országának a kapujában tértél meg, és visszamentél a világba, mint a kutya a hányásához. Még ez is megtörténhet, emberek. És sajnos láttam ilyent megtörténni. Láttam ilyen hatalmas csodák történtek abban a családban, és visszamentek a világba, visszamentek a pénzimádatba, visszamentek a test élvezetébe, elhagyták a lelki békességet, és visszamentek a régi békességbe. Isten könyörüljön rajtuk. Az összesen, aki ezt csinálta, teljes szívemből kívánom. Tehát elhagyta, ugye a gazdag ember azt mondta, hogy hát mester, ez érdekes, amit mondasz, csak ez, nem tudom én ezt komolyan venni, hát légy komoly, hát kaptam uniós támogatást, sőt a norvég alapból, meg svájci hitel, meg minden, én ezt magamnak felépítettem, azért ilyen ne kér tőlem, hogy eladjak mindent, elszakadjak mindentől, abban a mennyekincsben azért hiszünk, hillegetünk, na mi is, de nem épp annyira, hogy elhagyjunk mindent. Mi lesz velünk, hogyha elhagyjuk azt a hatalmas befektetést, amit mostanig halmoztunk. És azt mondta Jézus, hogy hát közel volt a mennyek országához. És könnyebb átmenni a tevének a tűfokán, mint a gazdag embernek, aki anyagiakban vagy agyban gazdag, ugye, akár státuszban, akár földi, bármilyen kincsekben, vagy ugye tudományban, ami az ő agyában van, abban gazdag, az olyannak nagyon nehéz meglátni a mennyek országát, az igazságot, nehéz szabaddá válni, összekötözi az ilyen magát teljes mértékben az anyagiakkal, a földiekkel, a testiekkel, a földi tudományokkal is nem tud megszabadulni. És igen, ez történt, és Jézus nem hagyta abba a beszédet, tovább folytatta, és sokan megfordultak, amikor Jézus kezdett önöket mondani, hogy ha valaki nem szeret engemet jobban, azt, amit én nektek megmutatok, ha valaki azt nem szereti jobban, mint az anyját, az apját, a feleségét, a fitesét, a lántesét, a rokonságot, a földi kincseit,
Ha valaki engemet nem szeret jobban, mint a saját lelkét, nincs ahogy kövessen engemet, ne is áltassa magát. Menjen nyugodtan vissza a törvénybe, vissza a vallásba, és kövesse az újságírókat, a papokat, a vallási vezetőket. Engemet nincs ahogy kövessen, mert nincsen megérve az ő szívében az igazság szeretet, még nem lakott jól a saját tudományával, a saját bűneivel, a saját okosságával. Nincs ahogy kövessen engemet. Mester, miket mondasz te? Tanítványok elhagynak, hát itt voltak 5000-en az előbb is. Most, hogy ilyeneket beszélsz, hát már alig vannak 100-an. Azt mondja Jézus, hogy és akkor most ti is elhagytok-e? Kérdezi az ő barátaitól. És azt mondja erre egyik, hogy Mester, hát az igazság az, hogy amit mondasz, az nagyon kemény. Az nagyon kemény, nekünk is megbotránkoztató, de hova mehetnék, Mester? Hisz nálad van az élet beszéde, hova menjünk? Elmennénk, mert kellemetlen, amit mondasz. Itt a tömeg, itt már szét van széledve, meggyógyultak, a sánták újból járnak, a vakok látnak, akik süketek voltak, újból hallanak. De viszont, amit mondasz, maga a tartalom, az a lélek, az nem kell nekik. És nekünk is elég kellemetlen, amit mondasz, mert nekünk is kell szembesülni azzal, hogy mennyire testiek vagyunk, mennyire földhöz ragadtak vagyunk. De Mester, hova mehetnénk? Hisz nálad van az életek a beszéde, láttuk, a saját szemeinkkel láttuk, hogy a te szavadra csodák történnek, a betegség eltűnik, a lelki halottak is feltámadnak, még a testi halottak is feltámadnak. Hova mehetnénk? Hisz nálad van az életnek a beszéde. Tehát Jézus nem hagyta abba a beszédet. Úgysem, hogy elhagyták. A közeliek közül is sokan elhagyták. Nem hagyta abba a beszédet akkor sem, amikor Mária, az ő tulajdon édesanyja, nem volt kíváncsi arra, mit beszél Jézus, mert ha kíváncsi lett volna, akkor ott lett volna ő is, a templomban hallgatta volna, miről beszél. A testvérei szintén nem voltak kíváncsiak, feltetőleg ők is bolondnak gondolták őt, mert a vallási vezetők bolondnak gondolták. Azt mondták, hogy ördög van benne, Beelzebub által űzi az ördögöket. Hogy ördög van, megváltoztak, hogy ördög van benne. Ez történt, emberek. És képzeld el, hogyha Jézus egy ilyen közvéleményt csinált volna, hogy közvéleménykutatást csinált, végzett volna, hogy hát lássuk, hogy anyám hisze az én szavaimban, a nevelőapám hisze az én szavaimban, a rokonom meg a keresztanyám, ők hisznek az én szavaimban. Nem, ő ilyet nem csinált. Ő nem tanácskozott testtel és vérrel, ahogy mondta Pál apostol, ő sem tanácskozott testtel és vérrel, hanem ment és hirdette az örömhírt, az igazságot, a mennyek országának, a valóságának a hírét hirdette. Ezt tette Jézus is. És akkor most én hát nem kaptam pozitív reakciót a Facebookon, többen beszóltak, többen kioktattak, többen elküldtek, többen megfenyegettek, meg minden, akkor most én hagyjam abba azt, amiben élet van. Hát amiben halál van, azt már mindent próbáltam. Amiben élet van, azt csak most egy néhány éve kezdem próbálgatni valamennyire. Mit csinált Péter, amikor kiszállt a bárkából? Mester, hogyha te vagy az, akkor parancsolja a víznek, a hullámoknak, hogy oda mehessek hozzá. Gyere, Péter, szállj ki a bárkából, szállj ki a közösségnek az álbiztonságából, a vallási közösség álbiztonságából, szállj ki a bárkából, és gyere, járj a vizen te is. A vizen, a tengeren, a népek tengerén, ne süllyedj el a népek tengerébe, a tömeg szellembe, Péter, ne süllyedj el, nézz rám és gyere felé. Igen, ám csak Péter is elküldte az üzenetet egy néhány embernek, hogy mi az, hogy ítélet, mi az, hogy bűn, mi az, hogy mennyek országa, mi az, hogy pokol, meg minden. És az emberek hát nem úgy véleményezték, mint hogy az Péter elvárta volna. És mit csinált Péter? Süllyedt bele a tengerbe, süllyedt vissza a tengerbe, vissza a népek tengerébe, vissza a tömegszellembe. Ez történt Péterrel. Anyám beszólt, apósom is beszólt, meg is fenyegettek, hogy miről beszélek, hogy ördög van bennem, szembe megyek a hagyományokkal, a szokásokkal, a vallással, mindennel szembe megyek, és hát az igazság az, hogy ez itt nekem is ez így kellemetlen, megijedtem, és süllyedek vissza a népek tengerébe, a tömegszellembe, amit követtem egy életen keresztül, a tömegszellemet, süllyedtem oda-vissza. Ez a Péter süllyedése, emberek. Mert ő nem arra figyelt, hogy te, én kaptam az üzenetet Istentől, az igaz és szent, nekem békessége van a szívemben, és azt elmondom, akkor is, hogyha nem hisznek nekem, akkor is, hogyha a 10-ből csak egy fog hinni nekem, és csak egy fog feltámadni, a lelki halálból.
De Péter kíváncsi volt a Facebookos visszajelzésekre, hogy vajon ki hogyan fog reagálni a kiírásra, a figyelmeztetésre, az üzenetre. És hát látta, hogy az embereknek nincsen reakció. Vajon azt gondolják, hogy megbolondultam, meghülyültem, beálltam valamilyen szektába? Júj, több ilyen üzenetet nem fog küldeni senkinek. Nehogy még a végén ugye az én régi imidzsem összeomoljon. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert akik ezt hallják, ezeket a szavakat, és akikben megvan a, mondjam azt, ez a majdhogy nem készenléti állapot, a tetrekészség, kívánnának ők is már szólni, és beszélni, és nem sunyizni, és nem gyáválkodni, hanem beszélni és elmondani azt, amit kaptak, nem többet, és nem is kevesebbet, mint amivel megbizattak, de félnek, hát vajon lesz-e szívecske a Facebookon? Vagy hogyha elmondom az apósomnak, az anyatársnak elmondom, akkor vajon mit fog gondolni, hogy beálltam valamilyen szektába, megbolondultam? Ezért fontos erről beszélni, hogy ne süllyedj vissza, mint Péter a tengerbe, a népek tengerébe, a tömegszellembe. Ezért fontos erről beszélni. És nekem is fontos, nekem is ezekre a szavakra szükségem van, mert ezek lélek által jönnek a mindenható Istentől. Nekem is szükség van erre az emlékeztetőre, hogy ne süllyedjek vissza, ne az emberek véleményére nézzek, hisz meg vannak kötözve betegek, a legtöbben bele vannak zuhanva a testbe. Tudják, hogy a mókuskerékben vannak, de nem tudnak kiszállni, mert nem tudják, hogy mi tartja őket a mókuskerékben. És akkor én elkezdem hallgatni az ő véleményüket, hogy ők hogyan vélekednek Istenről, vagy a Isten és ember dolgairól. Kire nézzek, kire figyelek? Arra, aki engemet életre hívott, feltámasztott a lelki halálból, vagy a Pista bácsinak a véleményére, hogy hát Pista bácsi úgy gondolja, hogy a zsidók így is, a keresztények jobbra, meg a muzulmánok balra. Nem érdekel Pista bácsi véleménye egyáltalán, mert a mindenható Isten arra hívott, hogy halljam az ő szavát. Erről szól az egész új szövetség. Jézus tanítása arról szól, hogy szülessünk újjá, legyünk lelkiek, lélekben halljuk az igazságot a szívünkben, a lelkiismeretünkben. És ne számítson, hogy mit mond a falu, mit mond a város, ki mit mond, mert mindenkinek van véleménye, de az embereket a véleményük oda viszi, ahova eddig is vitte a temetőbe. Rosszabb esetben pedig a kárhozatba. Hát akkor mit számít nekem az ő véleményük? Ez nem azt jelenti, hogy lenézem őket, sőt, féltőn szólok, hozzuk, beszélek velük, nem nézem le őket, egyáltalán nem kevékedhetek, de azt sem tehetem meg, hogy hát akkor nehogy megsértődjön, inkább belemegyek az ő hazugságába és az ő véleményébe. Mert hogyha én nem teszek bizonságot az igazságról, azt én nem jelentem ki, akkor Isten nincs, ami mellett bizonságot én az ő életében, az ő lelkében. És emlékeztek, hogy hát szinte már egy éve kaptuk azt a kijelentést, hogy mostantól, amit mondunk, az teljesülni fog. Szinte időeltolódás nélkül, a múltkor két hölgyel beszéltem, elmondtam nekik azt, hogy a gyermek egészségi állapota, a külső gyermek, az ő gyermeküknek az egészségi állapota, az ő lelkük egészségi állapotától függ. Mert ugye, hát a drága gyermekem, a drága lelkem, ugye? Tehát az ő gyermeke, az ő lelke. Tehát az ő külső, az anyukának, az apukának a külső gyermeke, az ő belső gyermekük. Ezt mutatja Isten, ezt mondja Isten. Erről beszélnek az ószövetségi proféták, hogy az atyák a szülők bűnei miatt szenvednek a gyermekek. Hogyha a szülőnek a belső gyermeke, az ő lelke, hadilábon áll, beteg, meg tele van bűnökkel, akkor a külső gyermek szenved. És amikor ezt elmondtam, és lehet, hogy nem mondtam elég erélyesen, és ezért szégyellem magamat, és bocsánatot kérek az ég és a föld teremtőjétől, és tőlük is, hogy erőteljesebben kellett volna szóljak, és agyon verjem őket, nem fizikailag, hanem az agyban felépített magaslatokat leoncsom erőteljes szavakkal, hogy ne kelljen megtörténjen az, ami megtörtént. Mert az történt, amikor az a két hölgy hallotta tőlem, hogy mit mondtam a gyermekről, az ő gyermekükről, hogy annak az egészségi állapota összhangban van a belső gyermek, a lelkük egészségi állapotával. Mind a két anyukának a gyermeke kórházba került, egy pár napon belül. Mind a kettő kábítószer túladagolással. Egyik önkívületi állapotban, nem hogy egyik, mind a kettő, önkívületi állapotba került. Hála Istennek túlélték, nem kellett meghaljanak. Hála mindenható Istennek. De anyuka mit fog ezzel kezdeni?
Azt te, hogy pórászköt az ő gyermekére, vagy pedig kéri a mindenható Istentől, hogy az ő belső gyermek, az ő lelke feltámadjon, meggyógyuljon, megtisztuljon a benne lévő életelenességtől, a bűnöktől, hogy az ő külső gyermeke legyen egészséges. Mit fog tenni az anyuka ezután? Követhető, hogy miért van ilyen kemény cím, hogy agyon, félig agyonvertem egy embert. Miért csak félig? Miért nem egészen vertem agyon? Hogy az agyában lévő magaslatot lefegyverezzem. Nem az én agyammal, hanem lélek által, lelki, tehát lélekből való kijelentésekkel. Mert az emberek hogy vannak megkötözve? Az agyukban, az agyáltal van mindenki megkötözve. Mert amíg az ember gyermek, addig neki... Az agy nem szab semmilyen határt, nincsen semmilyen kondicionáltság az ő fejében, ő szabad, ő lelki, a gyermek lelki, van neki lelkesedése, van neki játéka, van neki életöröme. És amikor felnő, akkor okos lesz, és intelligens, és diplomás beteg. Beteg, epilepsziás, meg rákos, meg minden nyavajája van, és nem tudja, hogy miért haldoklik. Hisz olyan sok diplomája van, annyira okos és intelligens, miért haldoklik? Hát pont az okosság miatt. Az agy tartalma miatt, amit igaznak hiszünk, ezért szükséges, hogy idézőjelben agyon verjük, az agyat kell lefegyverezni, mert az embernek az agyában van a sátán, nem Amerikában, nem Oroszországban, meg Hamas, meg mit tudom én, Izrael, hanem az agyunkban, ott vesszük be a sátánt, ott van a tudás fája, az agy keresztmetszete teljesen véletlenül hasonlít egy lompulató fához. Az a tudás fája, a kételkedés fája, kettősség fája, két fa van, ketté van választva, egy bal és egy jobb felől. Két agy félteke, a tudás fájának a két fele. És még mindig arról beszélünk, hogy hát még az agyunkat nem használtuk ki. Hát nem, mert nem főztünk káposztali leves belőle. Nincsen teljesen kihasználva. Isten ments, hogy még jobban kihasználjuk az agyunkat, az maga a megkötözöttség, az maga a légió emberek, amiről beszél az evangélium, hogy a gadarai megszállottban nem tudom, egy légió volt. Az a légió, mit gondolok, hogy hol van az? A vesében, vagy a májban, vagy a gyomorban, hol van a légió? Az agyban emberek, a tudás fájában. A tudás fájában ott van a légió mindenkinek, és azáltal van megkötözve a legtöbb ember a fejében lévő légió által, amit ő bevett a különböző könyvekből, előadásokból, misztikából, különböző tudománynak mondott információforrásokból. És mit mond Pál apostol? Az, hogy a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem lelkiek, tehát erősek Istennek, erősségek lerontására. Tehát hogy rontjuk le az erősségeket? Úgy, hogy kijelentjük az igazságot, amit mi láttunk és személyesen kaphattunk Istentől, amiről meggyőződést kaptunk, azáltal ontjuk le a hazugság magaslatait az embertársainkban, azokban, akikben leontható, mert nem mindenkiben ontható le. Valaki nagyon ragaszkodik még mindig ahhoz a légióhoz, ami az ő fejében van, a tudományokhoz. Erről beszél Isten, ugye, hogy az utolsó időben a tudomány meg fog sokasodni, de nem a szó legjobb értelmében, nem az Istentől való bölcsessége, hanem az a tudomány, ami az embereket megbetegíti úgy fizikailag, úgy lelkileg, mint fizikailag, mert először az emberek lelkileg fertőződnek meg, válnak tisztátalanná és beteggé, és utána aztán testileg is. Meg is keresem ezt a részt, hogy olvassam fel, hogy halljátok, hogy hogyan beszél erről az agyonverésről Pál apostol vitézkedésünk. Ezt kell megérteni, hogyha ezt nem értjük, akkor semmit nem értünk jóformán, hisz ezt tette Jézus, ezt tette János, ezt tette Pál, ezt tették az összes, aki megismerte az igazságot, aki megismerte a feltámadás erejét, Istennek a kegyelmét, az ő szerelmét, mindenki ezt tette, amiről itten ír Pál apostol. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk, nem agyban, nem fizikai erővel vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására,
lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Erre van az igazság, a kétélű éles kart. Mi a kétélű éles kart? Az, hogy néha posztogatok a Facebookon, de ha kell, akkor élőben nem vívom meg a harcot. Félek attól, hogy meg fog sértődni a Pityu bácsi. Nem baj, sértődjön meg, de hát, ha lelke feltámad. Mert ha én igazat szóltam, és lélekből szóltam, és nem agyból, akkor Isten erővel és hatalommal bizonságot tesz az én szavaim mellett, és amit én mondtam, az történni is fog velem, mert én nem magamtól szólok, mint ahogy mondta Jézus, hanem a mindenható Istennek a lelke szól általam. Hogyha van bennem hűség, és nem sántikálok kétfelé, és akkor történik az, amit én mondok. És ezáltal, akivel én beszélek, bizonságot szerez arról, hogy igen, ez az ember, amit mondott, hát elég durván beszél, de ebben lehet igazság. És Isten ugye erővel és hatalommal és csodával, akár jelekkel, ő megsegíti azt a bizonságot, hogy tudjon ő is hinni. Mert nekem is szükségem volt arra, hogy Isten valamiképp megsegítse azt, hogy én hallottam róla, vagy hallottam Jézus szavairól, Jézusnak a beszédéről. Szükségem volt arra, hogy Isten valamilyen formában azt megerősítse az én életemben. És igen, történtek jelek és csodák, és most is történnek ilyenek. Mert szükségünk van erre, a test miatt. Eszembe ez egy történet, egy híres ateista mondta ezt a történetet. Jó, figyeljetek! Azt mondta ez a híres ateista, most nem tudom szó szerint idézni, de a lényege az volt, hogy ő nem hisz Istenben. Ő nem hiszi, hogy létezne Isten valaki rajtunk kívül, és egy ilyen nagy teremtő Isten, aki mindent megteremtett, hanem inkább az evolúcióban hisz, a majmokban, meg Darwinban hisz. De azt mondja, hogyha valakinek van meggyőződése a mennyek országáról, és azt ő elhallgatja, ő nem is tud annál gonoszabb embert elképzelni. Azt mondta, hogy neki nincsen meggyőződése. Ő nem kapott meggyőződést, lehet, hogy nem is kereste, túlságosan fontos az ő egója, Isten tudja, hogy mi történt ő vele. Igen, az egója túlságosan fontos volt, mert nagyon híres emberről beszélünk, egy ilyen, van neki ilyen műsora ugye az amerikai televízióban, nagyon sokan ismerik, és sokan követik, sokan lájkolják, tehát fontos számára az a kincs, hogy ő egy népszerű ember, és sokan, sok követője van. Ezért neki azért, ugye hát a gazdag embernek nagyon nehéz bemenni a mennyek országába. Könnyebb átmenni a tevének a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni az igazságot, bemenni a mennyek országába. Ez a gazdag ember úgy anyagilag, mint ugye olyan szempontból is, hogy nagyon sok követője, sok bálványozója van, sok rajongója van, ő azt nem tudja elengedni. Mindazonáltal azt mondta, hogyha valakinek van meggyőződése arról, tudja, hogy létezik a mennyek országa, és hallgat ezzel a meggyőződéssel, annál gonoszabb embert ő nem tud elképzelni. Ezt egy ateista mondta a hívőknek. Érthető? Ezt nem ateista mondta, hanem az Isten használta az ateistát, egy nagyon fontos igazságot kijelentse, hogy szembesítse úgymond azokat az embereket, akik azt mondják, hogy hisznek Istenben, de illedelmesen tudnak hallgatni az igazsággal. Meg kell valljam, jöttem haza az erdőről, az autóval is. Tudom, hogy kedves szomszédom beteg, és túl van nem tudom hány kemoterápián, meg sugárkezelés, meg minden, nincs valami jó állapotban. És megláttam, hogy ott vannak, kijöttek az erdőre, és szépen elkocsikáztam mellette, és a lélek szólt, hogy te hát nem volna jó vele beszélni, legalább egy néhány szót arról, amit te ismersz. És abban a helyben az agy szólt, hogy jaj, dehogy, hát aztán majd máskor, majd miután eltemették. Miután eltemették, akkor majd beszélek vele. És hát igen, ilyen a test, látjátok-e? Tehát, hogy muszáj megvalljam a bűnömet, hogy én is ugye szembesüljek, és lássátok azt, hogy milyen a test, milyen gonosz. Jaj, most elindultam hazafele, most már megyek hazafele. Aztán majd máskor, egyszer majd találkozunk. Ilyen a test, ilyen az agy, ilyen a tudás fája. Kioltja a lelkiismeretet, lehugyozza a lelkiismeretet, hogy ne tudjon hozzád szólni a mindenható Isten. És tényleg hála jóságos Istennek,
nem tudtam tovább menni, megfordultam, úgymond megtértem az úton, visszamentem oda hozzuk, és beszéltem egy néhány szót, sziasztok, hogy vagytok, mi a helyzet, az orvosok mit mondanak, minden, és elmondtam a lényeget neki. Beszéltem Istennek a hatalmáról, a szerelméről, a bűnök bocsánatáról, az igazi gyógyítóról. Bizonságot tettem, hogy ő ezzel mit fog kezdeni, az már nem az én dolgom. Az én dolgom az volt, hogy én elmondjam azt, amit tudok, amit nekem Isten kijelentett. Utána aztán meg békességgel mentem tovább. Volt nekem békességem az autóban, amíg hazaértem. És most is van békességem, és van erő. Érzem azt, hogy a lélek itt van velem. Nem egyedül beszélek, nem a saját fejemből szólok. Az ateista által szólt Isten, a kövek által, a kő által, a nem hívő által szólt Isten, hogy nem tudok elképzelni annál gonoszabb embert, aki tudja, van meggyőződése arról, hogy létezik a mennyek országa, úgy, ahogy Jézus azt elmondta és leírta, és el tudja azt hallgatni az embertársai elől, megmagyarázván magának, hogy jaj, hát ő úgysem értené meg, őt úgysem érdekli, nem baj, légy pofátlan, menj, beszélj vele, legfeljebb megsértődik, annyi baj legyen, legfeljebb orba üt, nincsen semmi gond, volt még olyan korábban is, de hát, ha a lelke megmenekül, hát, ha feltámad valahogy, mert nem mindegy, hogy az ember, ha be is kell végezze ezt a földi életet közelebbről, nem mindegy, hogy hogyan végzi be, mert előbb-utóbb mindenki bevégzi, én is bevégzem, és te is bevégzed. De nem mindegy, hogy hogy végzed be a földi életet. Békességgel, megboldogultan, ahogy mondták régebb az öregek, hogy megboldogult. Békességesen távozott erről a földről, vagy pedig hatalmas félelemben, nyomorúságban, betegségben, gyötrelemben. A kettő nem ugyanaz emberek. Meg lehet boldogulni erről a földről, és meg lehet látni a mennyek országát már itt a földön is valamilyen szinten. Isten nekünk betekintést ad a mennyek országába. Meg is lehet halni hatalmas félelmekben, rettegésben, mert a testiekre nézel, a tenger, a népek tengerére, a népek véleményére, a falu véleményére, a város véleményére, arra nézel, hogy vajon mit fog gondolni a szomszéd, hát mit gondol, amit tud, az gondol, amit látott egy amerikai filmes, az alapján gondolkozik ő. A Facebook alapján gondolkozik a legtöbb ember. Ezért nem tudnak válaszolni egy kérdésre. Ha a kérdés eltér a megszokottól, a szokásostól, akkor az automata válasz gép nem tud válaszolni. Nem tud semmi sem mondani. Ugye milyen kemény szavak. Ez az agyonverés, emberek. A szembesítés, az, hogy szembesüljünk az, hogy miben vagyunk. Hogy nem a gépekkel van a baj, hanem azokkal, akik a gépeket teremtették a saját hasonlatosságukra, az emberekkel, a gépiessé robottá vált emberekkel, akiknek a lelke el van távolodva a teremtője lelkétől, a teremtőjük lelkétől. Velük van a baj, velem van a baj, feletek van a baj. És bevallom őszintén, tehát, hogy nem vagyok kivétel, tehát amiről én beszélek, engemet minden szó vádol, ezeket a hibákat mind elkövettem, a langyosság bűnében rengeteget tocsogtam, járkáltam előre és hátra. Mint amikor bemész egy, mit tudom, egy pocsolyába az autóval, és akkor mész előre, meg hátra, előre, meg hátra, és sehol semmi. Nem tudsz kérni, hogy egy hatalmas buldózer, és kihúzonnét. Ezt csináltam én is, de még meddig, emberek? Még meddig langyoskodunk? Addig, amikor már nem lesz tétje a beszédnek, az élet beszédének, addig langyoskodsz? Addig langyoskodunk. Most van szükség a gyógyulásra, az emberek most betegek. Az agyukban betegek, a szívükben, a lelkükben betegek. Súlyos bűnöktől terheltek, le vannak terhelve. Tele van a szívük életlenességgel, amit fel sem fognak. Nem tudják, hogy mi az. És igen, szükségük van a verésre, a szó legnemesebb értelmében. Mert azt nem tehetem meg, hogy valakit én most felpofozzak azért, mert nem hisz Istenben, és nem keresi az igazságot. Viszont azt megtehetem, hogy szavakkal, erőteljes szavakkal, lélek általi szavakkal kijelentem az igazságot, hogy ő esélyt kapjon arra, hogy feltámadjon az ő lelke. És megtudja, hogy ő nem test, hanem lélek, amelynek teste van. Nem test, amelynek lelke van, hanem lélek, amelynek teste van. A kettő nem ugyanaz. A spirituális materializmus, ugye, a spirituális testiség, a vallásos földhöz ragadság. Na, az beszél arról, hogy jaj, nekünk van lelkünk, aztán a papbácsi elmondja nekünk, milyen lelkünk van. Ügyeljetek, emberek, ez megtévesztés, ez ördöngőség, ahogy mondja az írás.
Az embernek nem teste van, és nem lelke van, hanem teste, mert az ember maga a lélek. Maga a legtöbb ember nem tudja. És akik úgy hiszik, hogy hisznek, ők meg illedelmesen hallgatnak minden ilyen családi összejövetelen, ilyen baráti összejövetelen, egymásnak hajbókolnak, beszélnek az egymásnak a frizurájáról, arról, milyen autót vásároltak, mit vettek, hogyan tették, vették, mit ettek, mit kajáltak, mit szartak. Erről beszélgetnek. És ez, persze ez mind automatára van állítva. Te szereted a sört? Igen, én szeretem azért a csík, ez a finom csiki sört, ne. Te milyen szeretsz? Hát én azért a gösszert. Képes erről beszélni az ember? Ha hiszük, hanem ez van. Ugye milyen durva szembesülni azzal, hogy nincs nekem más témám, mint az, hogy miből lesz majd a pisika, meg a kaki. Emberek, és nincs, aki beszéljen. De arra már nagyon sok jelentkező van, hogy elmondjuk, jaj, az emberek milyen sötétek, ők nem értik meg, mennyire el van tévedve a mai fiatalság. Oké, el van tévedve, de te mit tettél azért, hogy ez ne így legyen? Hallgattál illedelmesen? Egy keresztelő? Egy első áldozáson? Egy bérmálkozáson? Egy kicsengetésen? Egy lakodalomban? Illedelmesen hallgattál Jézus nevében, és ott mosolyogtál mindenkinek egy bírsalma? Ezt tette azért, hogy ez megváltozzon, hogy a fiatalok legyenek olyan sötétek? Elmondom tegnap, hogy jártam. Kedves barátom meglátogatott a családjával, és hát elmondták, na, hogy milyen bakit követtek el ők is, ugye, mint ahogy az ember arra hajlamos. A felnőtt, az okos felnőtt, ugye, hajlamos. És ugye, hát arról beszéltünk, hogy na, hogy Istennek mi a véleménye, mi az ő állásfoglalása arról, amit ők is csináltak. És így próbáltam elmondani, de óvatoskodtam, hogy nehogy a két gyermek, mit tudom én, megbotránkozzon, vagy valami ez hasonló. Mert ott volt a két kisgyermek is, 9 és 7 éves gyermek, és hallgatták a beszélgetést. És én ott óvatoskodtam, hogy nehogy megijesszem őket, vagy valami ilyesmi. És amikor befejeztem a mondandómat, a gyermekek kérdezték azt, hogy kérdezhetnek-e valamit. Én levoltam, aztán az állam leesik. Hát azon kaptam magamat, hogy én a gyermekekkel beszélgettem. Jó, persze én meggyőződésem, hogy a szülők is értették, mert értették persze, ők igazságkeresők is, és kívánják megismerni Istent minél jobban, annál is inkább, hogy nagyon kemény jelzéseket kapnak arra vonatkozóan, hogy nem teljesen kóser az élet, ahogy éltek mostanik. De amikor a két gyermek engemet kérdezett, és olyan kérdéseket tettek fel, hogy le voltam döbbenve, mondom, hogy azt a hé, hát ez nem semmi. Ők értenek mindent, minden szavamat értik. A gyermekek értették, a 9, illetve 7 éves gyermek értette szinte minden szavamat. És bizonságot tettek arról, hogy mit adott nekik Isten, milyen látást kaptak, milyen álmot kaptak, a háborúról, meg ilyen dolgokról. A gyermekek. Hát mondom, hogy akkor úgy látszik, hogy én nem is a felnőttekkel kell beszéljek, hanem a gyermekekkel. Persze, hogy igazából kivel kell beszélni, mert a felnőttekkel, mert a gyermek ugye hallja Istent, a lelkismeretén keresztül még úgy valamennyire hallja Istent. Ő tudja, hogy mi a helyes. Ő azt cselekszi, ami helyes. De az okos és intelligens felnőtt, aki a Facebookról megtanulja, hogy mi a pozitív és mi a negatív, a pozitív gondolkodás, meg a vonzás törvénye, meg a különböző emberi okosságok, ő már nem hallja Istent. Ő már kell pótolja Istent. Egy kis cukorka, egy kis alkohol, egy kis szex, mindig kell valamivel pótolja, mert nincs. Nem hallja. A lelkismeretén keresztül nincsen békessége. Ez történt tegnap, drága embertársak. Tehát egyszerűen lenyűgöző. Hát hatalmas ajándék volt számomra is, hogy tényleg a gyermekek hallják az élő Istent. Ott volt a bizonyíték. Le voltam teljesen nyűgözve, és megteltem örömmel. Mondom, hogy a gyermekek értik. Ők az én testvéreim, ők az én anyám. Hát értik, amit mondok. Nem kell gondolkozni rajta. Az ő gondolkodása nem komplikált. Számára szinte egyértelmű. Minden. Kivéve ugye az egyes olyan dolgok, amik ugye vallási szokások voltak ugye az Ószövetségben is, meg minden, amire nem volna szükség, mert azt mondta Jézus, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. A gyermeknek, egy fiatal gyermeknek nehéz még megérteni, hogy miért kellett, ugye, miért volt az első áldozás, meg Káin miért ölte meg Ábelt. Neki ezt még nehéz megérteni, mert ő még nem ismerte meg a bűnt, a sátán mélységeit. De ami igazán fontos, azt ő értette. Lenyűgöző volt. Tényleg egyszerűen nincsenek szavak. Hatalmas ajándékot ez számomra. Tehát ezt azért hoztam fel, ezt a történetet, hogy van akivel beszélni. Lenne akivel beszélni. Az, hogy téged az agyad
meggyőz arról, hogy nincs értelme beszélni, mert úgy sem értik meg mit tudom én mi, az már a te dolgod, az már a te butaságod, az a te gyengeséged, az a te ostobaságod, a te gyarlóságod, a te istentelenséged. Ha téged az agyad meg tud győzni arról, hogy nincs értelme beszélni és bizonságot tenni. Mert van értelme. Hogyha nem volna értelmet, akkor eddig ugye Isten megfogott volna azt mondja, na Péter, Jóska, felvittelek a mennybe, nincs amit csinálni itt a földön. Még nem vagyunk ott emberek. Még nem vagyunk ott, ahol volt talán ugye Lót Szodomában. Talán még vannak ott a körülötted is menthető lelkek. Isten tudja, hogy mennyi, de ő neked megmutatja, hogy figyelj meg, ennek a szíve még puha, ennek a szívében még van egy kis világosság. Gyújtsuk azt lángra, hogy lobogjon. Telje meg az igazság fényével. Hát, ha megmenekül az ő lelke. Jó van már lakva ő is a saját gondolkodásával, a saját bűneivel, a földi örömökkel, a testi érzetekkel. Ő is a szíve mélyén keresi az igazságot. Az ilyen embereket eléd hozza mindenható Isten, hogy beszélj velük, szólíts meg őket, és mondd el röviden egyszerűen a lényeget, hogy neki is van lehetősége, hogy Istenhez forduljon, és ő is fog kapni látást, és megértést, és megkapja a bűnei bocsánatot, ha képes, hogyha van gerinc a hátában, hogy merjen szembesülni azzal, ahogy ő élt mostanig, ha mer kérni Istentől szembesítést, akkor meg fogja kapni, de Isten meg is bocsátja a bűneid, és szabadá teszi őt, gyermeké teszi őt. Ennyire egyszerű a lényeg, az evangélium, az örömhír. Szabadát, Isten elnézi a bűneinket, hogyha kérjük, megmutatja azt először. Mert nekünk úgy kéne bűnbocsánat, hogy ma beszélgettük a kedves barátommal, hogy hát oké, megbántam minden bűnömet, hát várjál, mit bántál meg, komám? Mit bántál meg? Nem is szembesültél? Hogy bántad volna meg a bűneidet? Pont ezt kapta ugye Kornélia, hogy így történik a bűnbánat manapság ugye, a vallási körökben. Ilyen misztikus, ilyen varázsló módon, hogy jaj, megbocsájtunk neked, szeretünk téged, feloldozunk meg minden, és így rámantrázzák. De közben nem volt valóságos szembesülés, nem volt összetöretetés. Tehát én nem láttam meg, nem érzékeltem annak a súlyát, hogy én hogyan vétettem az élet ellen, hogyan tévesztettem célt. Nem volt semmilyen mit bántál meg? Így történik az, hogy az emberek elmennek a templomba gyónni, minden héten ugyanazt meggyónják. Jó, hát megint elbuktam, na megint ezt csináltam, azt csináltam, és megint meggyónom ugyanazt. Hazuggá tesszük Istent ezzel. Aki azt mondja, hogy ha te őszintén meglátod, hogy mi van benned, hogy téged mi választ el tőlem, ha azt őszintén meglátod, meglátod és belátod, és az fáj neked, belátod azt, hogy az tényleg tévedés volt, az bűn volt, életellenesség volt, és megbánod, akkor neked azt én megbocsájtom, és olyan messzire hajtom a bűneidet, amilyen távol van kelet-nyugattól. Van ilyen, persze, hogy van. Ez az igazi bűnbánat, az igazi bűnbocsánat, amikor szabaddá válsz. A moslék, a mocsok, ami felragadta a lelkedre, az lehull rólad, mert lemossa mindenható Isten. A Krisztusért, az ő fiáért. Ha kérjük, ha van bennünk alázat, ha nem resteljük, nem szégyeljük az ő nevét. Mert mint mondtam, Székelyföldön, ha jöztök Magyarországról ugye, kirándulni, turistáskodni, akkor tudjátok, hogy itten illik szégyelni Jézust. Székelyföldön a hívők, a keresztények is szégyelik Jézust. Vasárnap délben 11-től 12-ig, vagy 12-től 1 óráig nem szégyelik. Ott van halleluja, szeretünk meg minden, de utána meg vasárnap déltől egészen következő vasárnap délig megint szégyeli mindenki. Senki nem beszél róla, senki nem emlegeti az ő szavait, bár ma érte nagyon kellemes meglepetés. Nem tudom, ez hogy történhetett, de igazi öröm volt az, hogy megálltam egy autószerelő műhely mellett, és fel voltak írva a táblára a szolgáltatások, hogy mit csinálnak, ugye autószerviz, meg műszaki vizsga, meg minden, meg különböző javítás, meg gumiabroncsok, meg minden, és nagy betűkkel ki volt írva, hogy Jézus az út. Mondom, azt a hé. De úgy megörültem, hogy mondom, ez igen. Nem tudom, hogy ki csinálta, jól csinálta. Aki ezt meri vállalni, még a vállalkozásán is, hogy Jézus az út. Itt, amit most én csinálok a gumival, meg az autóalkatrészekkel, az egy dolog, ugye itt a földön az ember azt megcsinálja, hogy legyen ugye kis aprítani való, de neki meggyőződés az, hogy Jézus az út, és azt vállalja. Nem mondja azt, hogy jaj, vajon mi lesz, hogy bejönnek-e hozzám a kliensek majd, meg mit tudom én mi, mert én kiírtam, hogy Jézus az út. Ezt ha valaki kimeri írni egy vállalkozó, annak már tényleg van egy kis gerince a hátában. Nem tudom, hogy ki volt, de azt kell mondjam, hogy dicsőség az élő Istennek. Hogy ilyen történhetett. Ilyen történhet. Akár kis volt, akár hídgyűlis, vagy akár milyen katolikus, teljesen mindegy. Ha valaki ezt megtette és kiírta, jól tette.
Hála mindenható Istennek, kívánom, hogy maradjon meg az ő hitében, és vállalja minden körülmények között. Akkor is, amikor gazdag, ugye, mert most biztos jól megy a vállalkozása, van pénze, gazdag, de akkor is, amikor már nem szépen gazdag, mint amilyen volt. Itt az a baj, hogy számunkra Istent, meg Jézus Krisztust is Hollywood prezentálta egy ilyen frangók is, ilyen sármos fiatalember képiben, ugye hosszú haj, kék szem, meg milyen szép szakáll, meg szép mosoly, bájos mosoly. Ilyen Jézusok járkálnak egy Gyergyóban is. Ez az igazság, ezt muszáj elmondani. Ilyen Jézusok járkálnak. Vagy egy ilyen katolikus is, kis betlehemi kis Jézuska, ugye, aki hát nagyon aranyos és szeret mindenkit, nem is beszél, de Isten mentse meg szólaljon. Nehogy szembesítsen minket azzal, hogy miben vagyunk. Tehát ez a két Jézus van itt a Gyergyóban. Székelyföldön ez a két Jézus van, ezt ismerik az emberek sajnos, bár csak ne így lenne, bár csak tévednék emberek, bár csak tévednék. De egyik ilyen, tényleg egy ilyen, ez a konzervatív betlehemi kis Jézuska, akinek mi mondjuk meg, hogy hogyan kéne ő is gondolkozzon, ugye, meg karácsonykor énekelünk neki, és a másik Jézus az ilyen, egy ilyen frankó, egy ilyen hollywoodi szupersztár. De a lényeg az, hogy mind a kettőt mi találtuk ki, ezért nem tud segíteni. Nem ismerik az emberek, nem beszélnek róla, szégyellik. Én emlékszem a gyermekkoromban, a falun, ahol voltam a nagyszüleimnél, ott az emberek nem szégyelték, azt mondták, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És ezt úgy is gondolta néhány, lehet, hogy nem mindenki, de többen ezt így gondolták. És akkor ott még volt olyan, hogy 80-90 évesen, vagy 90 év után megboldogultak az emberek, nem meghaltak, összerecsenve, meg gyűlölettel, meg nehezteléssel, meg osztozkodással, meg versengéssel, meg haraggal a szívükben, meg félelemmel, hanem teljes békességben megboldogultak. Volt ilyen, hogy mostantól hány ilyen lesz? Hát, Isten tudja, de rajtunk is múlik egyébként. Ne felejtsétek el. Rajtad is múlik. Ha te még mindig megakarod magyarázni, hogy te miért nem beszélsz az igazságról, amit kaptál te személyesen Istentől, a bizonságodat miért nem mondod el, ha te ezt inkább megakarod még mindig magyarázni az embernek és a saját agyadnak, akkor azt jelenti, hogy te is egy másik fajta Jézust képzeltél a fejedben, aki ugye azt mondja, hogy nyugodtan hallgass, nem kell erről beszélni. Hagyjad, beszélnek majd mások. Te hallgass. Beszélj inkább a receptekről, meg a slágerekről, ugye az örökzöld slágerekről, vagy más intelligens embernek a véleményéről. Te hallgassd el, hogy téged az Úr Jézus nevében, az ő szavára a mindenható Isten meggyógyított a lelki és testi nyomorúságodból. Hallgassd el, ne mondd el senkinek. Nehogy valaki még a végén azt mondják, hogy szektárs lettél. Ugye, hallgassd el, szégyeld az ő nevét. Ezt mondta Jézus, hogy szégyeld az ő nevét. Mert aki szégyeli az én nevemet, na azt én aztán nem fogom szégyelni. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Az agyban van az ördög, az agyban, a szürk állományban. A tudás fája az agy, a kételkedés, a kétség, a kettőség fája az agy. És a fiatalok azt láthatom, hogy ők tényleg még formálhatók, még a serdülők is, a kamaszok is, tehát ugye megvannak ők kísértők, már belementek valamennyire Hollywoodba, belementek ebbe a művilágba, ebbe, amit létrehozott számunkra az amerikai szodomai szórakoztató ipar, ők belementek ebbe, de még mindig képlékenyek, ők is csalódtak, ugye, nekik is vannak fájdalmaik, és még mindig formálhatók. Talán még van bennük isteni tisztelet úgy a szívükben, és hogyha valakitől hallanák az igazságot, akkor örömmel fogadnák. Mert ilyen történt, ilyen történik ma is. És bizonságot tettünk arról is, hogy igen, vannak fiatal gyerkőcök is, akik tizenvalahány évesek, ugye serdülőkorúak, és megértették, felfogták, és fohászkodtak a mindenható Istenhez, és adott nekik Isten jelt és csodát, és kijelentette magát nekik, de ahhoz szükséges volt, hogy valaki emberi szavakkal, egyszerű emberi szavakkal beszéljen nekik arról, hogy létezik, megszólíthatott. Azt mondja a próféta, Jeremiás próféta, hogy ki a próféta által a mindenható Isten, hogy kiálts hozzám, és én válaszolni fogok, hatalmas dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Kiálts hozzám, gyere beszéljünk, az ajtód előtt állok és zörgetek, gyere beszéljünk. Az emberek nem tudják, hogy van ilyen Isten, hogy ennyire valóságos lehet a mindenható Isten.
mert mást láttak, egy ilyen vallási istent láttak, hogy mit tudom én, 10 perc múlva tédelünk, utána aztán 12 perc után már felállunk, ugye, utána meg kezet fogunk, vezényszóra mindent, meg a tanúságnál. Ilyen istent ismerek az emberek, nem ismerik az élő istent. Mert akik megismerték őt valamennyire, és beszélhetnének róla, el vannak foglalva nagyon fontos dolgokkal, mint annak idején a zsidók. És erről beszél Jézus, hogy elküldte a gazda, ugye az úr elküldte az ő szolgáit, hogy megszervezte az ő fiának a mennyegzőt, ugye lakodalmat, és hogy hívják el a hivatalosokat, ugye, a zsidókat, és a keresztényeket hívják el, gyertek a mennyegzőre, megvan minden szervezve, gyertek. Ja, hát most éppen nem érünk rá, a vállalkozás az nem vár, olyan sok dolgunk van, most éppen nem tudunk elmenni. És amikor a gyermekek, ugye, erősen a proféták erősebben szóltak, akkor még meg is sértődtek a meghívottak, hogy mit képzel az úr, a gazda, a ház ura, ugye, a teremtésnek az ura, mit képzel magáról, hogy hívja őket a mennyegzőre, megzavarja az ő fontos dolgaikban, a pénzszámigálásban, a vállalkozásban, meg az okoskodásban, meg a politikában, való ugye tájékozódásban, hogy hát én most ezt meg kell értsem, hogy akkor most akkor a Hamász balra fog elmenni, vagy jobbra, és nekem ezt valaki el kell mondja, egy okos, intelligens professzor, el kell mondja, mert én nem vagyok kíváncsi arra, hogy mit mond a ház ura, ugye, a ház ura, az egyház ura, mindenható Isten. Tehát halljátok-e egy szó, mint száz, a hitnemes harca, azt mondja Pál apostol, a hitnemes harca, hogyha valakinek van hite, a legnagyobb ajándék, amit az ember megkaphat ezen a földön, a hit, ami összekapcsolja őt az Istennek a lelkével. Ne adjátok azt kárba veszni, mert azáltal, azzal együtt a lélek is kárba vész. Nem azért beszélek, mert olyan sokan hallgatják, vagy olyan sokan lájkolják, persze néhányan lájkolják, néhányan megosztják, vagy Isten tudja mennyien, nem is az a fontos, hanem azért beszélek elsősorban, mert nekem is szükségem van ezekre a szavakra, a lélek általi kijelentésekre, hogy ne zuhanjak vissza az agyba, a tudás fájának, a gyümölcsének a zabálásába. Nem az a legfontosabb cél, hogy most mindenkit meggyőzzünk arról, hogy már pedig ez így van, meg Isten ezt mondja. A legfontosabb cél az, amit Jézus is mondott, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem azt, amit Isten mond. Az én táplálékom is az, ugye a mindennapi kenyerem az, hogy azt cselekedjem, amit nekem mond Isten. Hogyha azt én nem cselekszem, azt mondja Pál apostol, jaj nekem, hogyha nem foglalkozok azzal, ami igazán fontos, hogyha az élet szavát nem hirdetem, az örömhírt nem hirdetem, jaj nekem, miért? Azért, mert akkor abban a helyben már a testi dolgokkal foglalkozok. Megyek bele a vallásba, és akkor jönnek ilyen kommentek, hogy hát és akkor szombaton mit kell csinálni, és akkor ezt szabad-e csinálni, meg azt szabad-e csinálni. Ha valaki arra kíváncsi, hogy szombaton mit szabad csinálni, szerdán mit szabad csinálni, annak nem itt a helye. Annak nincs értelme hallgatni a kiáltó szót, nincs értelme a Krisztussal foglalkozni, mert ő nem azt jött, hogy elmondja nekünk, hogy mit nem szabad csinálni, hanem azért jött, hogy elmondja, hogy mit jó csinálni, miben van öröm, ha csináljuk. Ez a hatalmas különbség minden vallás és a Jézus tanítása között. Mert a vallás azt mondja, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, azt se csináld, csak akkor 613-szor elmondja, hogy ne csináld ezt és ne csináld azt. Ez a vallás. De Jézus azt mondta, hogy csináld ezt, azt, amit én mutattam nektek, beszéljetek arról, cselekedjétek azt, látogassátok meg a nyomorultakat, a betegeket, az öregeket, az árvákat, és lélek által cselekedjétek azt, amit én mondok nektek, és lesz örömötök, lelki örömötök, és boldogságotok. Na ez az örömhír, és ebben különbözik az örömhír, az élő örömhír, a vallástól. Hogy az arról szól, hogy mit kell, mit jó csinál, hogy kell. Mi az, ami igazán szép, ami ékes, és amiben van békesség, és öröm, maradandó öröm. Tehát megmutatta, szó szerint megmutatta. Nem csak a szavával, nem csak a beszédével, a cselekedeteivel is megmutatta, hogy mi az, amit jó csinálni, mi az, ami mennyei, mi az, ami örökkévaló kincs. Megmutatta azt nekünk. És bárkinek személyesen megmutatja, mert tudjuk jól, hogy ami le van írva az evangéliumban, a négy evangélistának a feljegyzéseiben, Máté, Márlukács és János feljegyzéseiben, azok az alapok, annál sokkal több van, azt mondja Jézus. Sok mindent mondhatnék még, de most még nem hordozhatjátok el. És ama vigasztaló, a Szentlélek,
Istennek a lelke, ő megtanít, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít titeket mindenre, és eszetekbe jutatja mindazokat, amiket én mondtam nektek, hogyha azt csináljátok, amit én mondok. De hogyha nem akarjátok azt cselekedni, nem akartok bizonságot tenni a jóról, az élőről, hanem inkább a halott dolgokkal akartok foglalkozni, akkor ez már nem érvényes, az, akkor már nem igaz az, hogy jön hozzátok a Szentlélek, a vigasztaló és aztán titeket. Miért tanítson? Ha nem akarjuk azt csinálni, amit ő mond nekünk, akkor miért tanítson? Miért adjon álmot? Miért adjon megértést? Miért adjon kijelentést? Hogyha én megmagyarázom, hogy hát nincs értelme erről beszélni. Vagy ha nekem lenne lehetőségem beszélni, és elmondani azt, amit ugye mond az ateista, hogyha valakinek van meggyőződése arról, azt mondja, én nem hiszek a mennyek országában, de hogyha valakinek van meggyőződése, hogy ez létezik, és el tudja azt hallgatni, na annál gonoszabb ember nincs. Ezt mondja az ateista. Ha, elég kemény emberek, ügyeljetek, ügyeljetek, ügyeljetek. És amikor azt látom, hogy olyan emberek, akik azt mondják, hogy hisznek, ugye, ahogy mondta Vurbánt, hogy olyan hívők, akik attól hívők, mert azt hiszik, hogy hisznek. És akkor ők véleményezik, hogy hát akkor most mi Izraellel vagyunk, vagy Palesztinával, vagy a Fügyi-szigetekkel vagyunk. Ügyeljetek, emberek! Nincs, amit te mondjál! Neked nincsen személyes bizonságod a mindenható Istentől! Nincs személyes kijelentése! Teszel egy izraeli zászlót azért a Facebookodra, mert azt láttad te is, hogy mások is azt a zászlót felrakták a Facebookjukra. Ez a hívőség, hogy Izraellel vagyunk, Izraellel. Hát miért nem, mit tudom én, Alaszkával? Ügyeljetek, emberek! Hol van a személyes bizonság? Hol van az, amit Jézus mondott? Hazudott ő! Hazugság az, hogy Isten személyesen beszél hozzád, ad neked kijelentést. Hazugság az, amit mondott, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Ez hazugság. Nincs, amit te mondjál, nincs, amit te közzétegyél. Valamit le kell majmolj, valamit le kell másolj. Egy mozgalmat. Támogatunk Izrael. Téged is, Palesztina. Támogatunk mindenkit. Hogy higgyük azt, hogy jók vagyunk. Ügyeljetek, emberek. Ebben a csapdában vannak rengetegen magyarok. Ugye mennyivel egyszerűbb, hogy hát minden bűnömet megtartom magamnak, mert szeretem, jó az nekem. De kirakom a palesztin vagy az izraeli zászlót a Facebookomra, hogy higgyék azt, hogy hát nekem is van egy álláspontom, hát én is támogatom Izrael, tehát kirakom a zászlót a Facebookra. Érdemes utána járni, hogy a hatágú csillag az honnét származik, kinek a jelképe valójában a hatágú csillag. Hogy valóban az élő Istennek a népének a jelképe, a hatágú csillag, hogyha már annyira büszkék vagyunk az Izrael pártiságunkra, ugye, hogy Izrael pártiak vagyunk, ugye, hogy kiállunk Izrael mellett, a vetítőgéppel, meg a Facebookkal. Nézd meg, hogy az a hatágú csillag, az kinek a jelképe, minek volt a jelképe, hogy valóban Isten népének a jelképe, a hatágú csillag, amit te kiraksz a Facebookodra, hogy ejtesd magaddal, hogy te jó ember vagy, mert Izraelnek szurkolsz a háborúban, hogy ők győzzenek, és ők vessék be hamarabb az atombombát. Őrültség, emberek, ami történik, őrültség. És szégyellem magamat, mert és szégyellem magamat saját magam nevében, de mások nevében is szégyellem magamat, mert vannak itt a hallgatók között is olyanok, akiknek van kijelentésük, van személyes bizonságuk, bizonyosságuk és meggyőződésük és tanítatásuk Istentől, és hallgatnak. Miért kell én azt mondjam, amit mások mondanak? Miért kell belemenjek a divatba? Miért kell másoljak? Miért kell a másolatokat másoljam másokról? Nincs bennem semmi eredetiség. Hát akkor miről szól az újjászületés? Volt-e egyáltalán olyan? Történt újjászületés veled? Érzed az, hogy Isten tanít, és van neked kijelentésed? Hát akkor miért nem azzal foglalkozol? Miért nem azt osztod meg? Miért nem azt teszed közzé? Miért abból válaszolsz, amit felkínál számodra az ördög, úgymond? A világ ura, a média. Válasz a kettő közül. Palesztina vagy Izrael. Hát jó van, de vajon Isten így gondolkodik, hogy Palesztina vagy Izrael? Nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Sőt, erről van egy nagyon kemény kijelentés. Nyugodtan meg lehet hallgatni azt is a kiáltószón, amit közzé tehettem. Hogy Isten nem Palesztinában és Izraelben, vagy Izraelben gondolkodik, hanem igazban és igazságtalanban gondolkodik, tisztában és tisztátalanban. És ő azt mondja, hogy a tisztákat megvédem, a tiszták az én gyermekeim, őket oltalmazom. Nem az zászló miatt lesz valaki tiszta, kirakom az izraeli zászlót az ide a Facebookon, és akkor én szent ember vagyok, ez nem így működik, emberek. Ügyeljetek!
Nagyon veszélyes. Csapda, propaganda, ugyanaz, mint a Covid. Jaj, maradj otthon, mert otthon maradta. Valaki tud egy számot a pizzafutárnak. Nem veszük észre, és lenézzük egymást, hogy jaj, milyen birkák az emberek. Hát miért én nem vagyok birka, amikor ugyanaz sem, de a többiek. Kirakom az egyik zászlót, kirakom a maszkot, kirakom aztán a vakcinát, és bármi jön, én kirakok mindent, mert lemásolom a másolatokról, lemásolom az én véleményemet. Teljesen automatára vagyok állítva. Az agyamban, a szívemben, és a lelkemben. A felvétel címe egyébként két fejte is van Izraelről, meg erről a háborúról, kettőt kaptam mostani Istentől. Aki teheti, hallgassa meg, szívlelje meg. De azt kívánom, hogy mindenkinek legyen kijelentése, és személyesen az Istentől, az Isten lelkétől, és arról beszéltek, mert abban van a szabadulás, amit Istentől kapunk személyesen, a lélek által, mondta Jézus, a Szentlélek által. Na abban igazságban, szabadulás van mások számára is, a hitetlenek számára is, szabadulás van abban. Nem az, hogy én lemásolom, hogy hát van egy ilyen új trend, New Yorkba elkezdték, hogy kirakjuk az izraeli zászlót a Facebookra, akkor aztán azáltal majd Izrael nyerni, megnyeri a háborút. Ne, nem ez fog történni. Sokan el fognak veszni. Izraeliták, zsidók, Izraelben, Izrael pártiak rengetegen el fognak veszni. Mert nem úgy működik, hogy 10 bűnös összefog egy másik bűnösnek a pártján, hogy akkor őt megvédelmezzük. Nem így működik. A bűnösök el fognak pusztulni emberek. Aki ragaszkodik a bűnhöz, az életellenesség, az el fog pusztulni. Akár Izraelben, akár Palesztinában, akár Gyergyóban, akár Alfaluban. Teljesen mindegy. Aki hallja az élet hívószavát, a teremtője hívószavát, arra, hogy váltson irányt, forduljon hozzá, kapjon látást, hagyja el az ő bűneit, a hazugságait, a képmutatását, kérjen bocsánatot, és tisztuljon meg. Aki hallja ezeket a szavakat, és mégsem akarja megtenni ezt a lépést, az hiába rakja ki a Facebookjára az izraeli zászlót, ugyanúgy el fog veszni a többiek. Szodomában és Gomorában, vagy Törökországban, vagy Marokkóban. Az a címe, hogy Izrael vagy Palesztina oldalán van Isten. Az a kérdés, Izrael vagy Palesztina oldalán van Isten. Abban bővebben ki van fejtve, hogy mi Istennek az álláspontja. Nem én találtam ki, ezt adja ő, ez alá lehet támasztani az írásról, a proféták erről beszélnek, erről szól a Biblia is, a proféták kijelentése, Jézus kijelentése. Olvassátok el, hallgassátok meg. Nem úgy van az, hogy Magyarországon néhány ilyen gyülekezetnek a pásztora, a főpásztora eldönti, hogy hát mi Izrael oldalán vagyunk, és küldünk nekik fegyvereket, mert Isten nevében ők meg kell maradjanak. Nem így működik ez emberek. Nem így működik. Akikhez bejöttek a palesztinek, ugye a terroristák, azok az emberek mit csináltak? Istent imádták, örültek, örömködtek. Isten jelenlétében ezt csinálták-e? Azok az emberek nem ezt csinálták, hanem ünnepelték Szodomát és Gomorát. Egy hatalmas bálvány volt előttük, hatalmas bálványszobor, Buddha szobor. Ebben voltak. Jó estét! Ezt csinálták, akkor most akkor legyünk az ő pártukon, hogy jó, hát olyan jól csináltak mindent, ilyen szabados, nem tudom, ilyen fesztivált csináltak, ugye mindent szabad, feltétlenül szeretet, teljes perverzió, Szodoma és Gomora, de hát Isten szereti őket, mert a zászlójukon van egy hatágú csillag. Ügyeljetek, hazugság, propaganda. Erre hívja fel még Vörös Sándor által is a magyarok figyelmét, a mindenható Isten, hogy a magyarok meg vannak mérgezve a propagandával és az érzelgőség kettősségével. Egészen pontosan a propaganda és az érzelgőség egybekelésével. Ezt fertőzte meg a magyarok elméjét. A propaganda és az érzelgőség kombinációja. Be vagyunk etetve teljesen, és nincs, aki beszélje. Nincs, aki beszél, mert mindenki másolnak, hogy vajon itt szabad-e beszélni? Persze, hogy szabad. Úgy beszélj, ahogy adja neked a mindenható Isten. Hogyha valóban történt újjászületés, ha van bizonságod Isten felül, megbocsátott a bűneidet, szembesültél a bűneiddel, és el vannak törölve a bűneid, és szabad lélek vagy, gyermek vagy, akkor te úgy beszélsz, ahogy neked személyesen adja a mindenható Isten, abban nekem nincsen beleszólásom. Nem lett nekem beleszólásom, és senkinek nem lett beleszólása. És akkor így tudna történni változás Magyarországon, a magyar nemzet köreiben. Néhány ember talán felébredne, néhány ember megúszná a katasztrófát, a fájdalmat, mert ez következik. Erről szól a figyelmeztetés, a magyarok brutálisan fognak szenvedni, betegségek által, félelem által. Ahogy mondja Jézus, az emberek, a magyarok el fognak halni a félelemtől, és annak várása miatt, ami jön a világra. Erről beszél Jézus.
És mindez az olyanok miatt, mint én, akik hát néha beszélnek, néha hallgatnak, néha meg óvatoskodnak, hogy nagy valaki megsértődjön. Ilyen dicsőséges időket nem értünk még soha. Igaz, hogy borzalmas idők ezek, ugye, mert a testnek mindenképpen rossz, mint tudjuk, hogy ami volt a Covid-ban is, és ami most ugye eljövendő, ami következik erre a földre, a háborúság miatt, meg amiatt, ami történik, ugye a nyomás miatt, az ítélet miatt, mert most ítélet alatt van a föld. Magyarország, Izrael, Palesztina, az egész föld ítélet alatt van, mert bőségesen kapott az emberiség esélyt arra, hogy a teremtőjét megismerje, hozzáforduljon, kapjon látást, kérjen és kapjon látást. De most akkor, most van a számon kés, hogy akkor ki mit kezdett azzal, amit adott neki a mindenható Isten. A rendelkezésére álló idővel mit kezdett az ember, az idővel mit kezdtünk, a kegyelemmel, a jóléttel, a fiatalságunkkal mit kezdtünk. Most a számon kérés. És hogyha valaha volt értelme a beszédnek, annak, hogy beszélni, Isten beszédével élni, beszélni egyenlő, Isten beszédével élni, két szóból tevődik össze, beszélni, a beszéddel élni, az igazsággal élni, Isten beszédével, a Krisztus szavával élni. Hogyha valaha volt annak értelme, hogy beszéljünk, hát most van emberek, rengeteg megsebzett ember van a világban. Persze beleértve magunkat is, mi is azok vagyunk, a nyomorúságból jövünk, a bűnökből jövünk, a hitvánságból, a jellemtelenségből jövünk, a testiségből jövünk, mi is. De hogyha valaha volt oka, vagy volt értelme annak, hogy a beszédnek, annak, hogy beszéljünk, hát az most van, emberek. Most van. Mert igen, most vannak nagyon gazdag emberek, több autójuk is van, több lakásuk van, gazdagságuk van, tudományuk van, okleveleik vannak, reputációjuk van, hírnevük van, okosok és intelligensek, de nincsen egy valami, nincsen békesség a szívükben. Lelkileg haldokolnak, nagyon sok lélek már kialudt, már nincsen benne az a pislákoló lámpabél, amiről beszél Jézus. De még vannak menthetők, akikben még pislákol valami, na értük, érdemes beszélni. Alázattal, szerénységgel, kedvességgel, ugyanakkor határozottsággal, lélek által, nem agyból. Figyelj meg, milyen szép szavak, milyen gyönyörűséges kijelentések. És hát nem tudom, hogy ki fogja ezt megérni, hogy én ott leszek-e, nem tudom, tényleg, fogalmam sincs. Tudom, hogy ez nem fog a teremtő atyán, a mi atyánkon múlni, ez rajtam fog múlni. Hogyha nekem ez nem fog összejönni, akkor nyilván akkor ez nem az Úristen hibája, az én hibám lesz az. De a lehetőség fel van kínálva számomra is, számodra is, mindenki számára, hogy úgy végezzük be ezt a föl, mert mindenki be fogja végezni. Így vagy úgy, mindenki be fogja végezni. Ez, amit szerintem tudunk, ez nem kell sem tudomány, sem iskola, semmi nem kell. Mindenki tudja, hogy előbb-utóbb ez véget fog érni, ez a földi dolog. És nincs olyan, tehát nincs olyan szabály, hogy már pedig mindenki meg kell érni a 90 évet, a 100 évet, ilyen nincs. Van, aki 20 évesen, van, aki 15 évesen, van, aki 50 évesen távozik ebből a világból, tehát mindenkinek el fog jönni. A kérdés az, hogy hogyan fog eljönni. Hogyan fog eljönni? És erről beszélünk évek óta, erről beszélünk, hogyha már meg kell történnie mindenképp annak, hogy távozunk ebből a világból, akkor hogy fogunk távozni? És olvasom az elejétől, amit mond, és ezzel be is fogom fejezni ezt a felvételt, hogy ne beszéljük ki a pityókát a földből, mert lehet, hogy még kicsit még érnie kéne. Timóteus barátjának írta Pál apostol levélben, kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, élő feltámadt lelkeket és halott lelkeket, zombi lelkeket is meg fogja ítélni. Ő, az ő szava fog megítélni mindent ezen a földön, drága emberek. A buddhistákat, a muzulmánokat, a keresztényeket és mindenkit. És senkit ne tévesszen meg az arra, hogy jaj, hát ők muzulmánok és ők nem hallották Jézust, dehogy is ne. Vannak olyan muzulmánok, akik sokkal jobban hallják Jézust, mert én találkoztam ilyen muzulmánokkal, ügyeljetek, keresztények, ügyeljetek. Én találkoztam olyan muzulmánokkal, olyan hindukkal, akik a szívükben, a lelkiismeretükben jobban hallották Jézust. Lehet, hogy nem ismerték a Bibliát annyira, mint itt némelyek, akár én is, viszont a szívükben, a lelkiismeretükben jobban hallották Jézust, mint én. Ügyeljetek, senki ne bízza el magát. Kérlek azért, kedves Timóteus, kedves hallgató, meg mindenki, aki ezt hallja, ezt a felvételt,
Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdest az igét, az igazságot, hirdest, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben. Incs, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Miért? Azért, mert lesz idő, és az most van, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Elmennek és megvásárolják a hazugságot különböző tanfolyamokon, és az ingyen igazság, amiről Jézus beszélt, az nem kell, mert viszket a fülük. Ezért te végezd azt, amit én is végeztem, és amit Jézus is megmutatott nekünk. Csináld azt, mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak, a meséket megvásárolják a televízióból, a tanfolyamokról, az ezoterikus hétvégéken és minden ilyen iskolában. De te józan légy mindenekben, légy józan, te, aki ezt hallott, legyél józan mindenekben, szenvedj az evangélista munkáját, cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd, mert én immár megáldozhatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Amma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltitetett nékem az igazság koronája, melyet megállt nékem az Úr, amma napon az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ez az üzenet, drága emberek, ez. A hit nemes harcát megvívtuk-e, vagy megmagyaráztuk azt, hogy miért nem fontos beszélni, miért nincs értelme a beszédnek. A hit nemes harca, emberek. Mert igen, van békességes elköltözés erről a földről, ahogy Isten mutatta nekem is többször, hogy megadja mindenkinek, aki hozzáfordul, hogy amikor véget ér ez a földi élet, bármikor is legyen az, békességesen távozzon, békességgel távozzon erről a földről, és ne békétlenséggel, ne félelemben, ne nehezterésben, ne bűnökben, ne életelenségben. Aki megérthette, megkérem szépen, töltse le, mutassa meg, embertársnak ossza meg, hogy minél több ember hallhassa az életre hívó szót, és a beszédre hívó szót, a beszélésre hívó szót, hogy éljünk az élő Isten beszédével, mert mostanig az emberek beszédével éltünk, és haldokoltunk, megbetegedtünk, és haldokoltunk, mert az emberek beszédével éltünk, és nem az élő Isten beszédével. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!